Jó néhány évvel ezelőtt, most már lassan több mint 8 éve, mióta polgári kereszténydemokrata kormányzás van, nagyon fontosnak tartottuk a nemzetpolitikát. És nemzetpolitikán belül pedig egyértelmű cél a magyarság határokon túli részének a megsegítése, illetve hát erősítése, és mindez persze azért, hogy meg tudjanak maradni szülőföldjükön. Ebben a hit, a vallás, a kereszténység hihetetlen nagy erőt ad a nemzettestrészeknek, és ezt próbáljuk segíteni mind itt Felvidéken, most itt jelen esetben Csalóközben, de akár Erdélyben, Délvidéken, Kárpátalján és Párciumban egyaránt. És ezzel egy időben, vagy nem is egy időben, talán egy kicsit később indult el az a hihetetlen történelmi változás, ami egy Európának akár a megszállását, akár pedig egy népvándorlást is eredményezett, amiben egyértelművé vált számunkra, hogyha a kereszténységünkben nem erősödünk meg, nem maradunk meg ebben a térségben, és nem csak magyarok, hanem itt szlovákok és magyarok együtt, lengyelek, horvátok és többiek, akkor nagyon nagy bajba kerülhet Európa, és Európának ez a térsége is. És talán így mondhatni, hogy kettős ez a feladatunk most. Egyik oldalról még egyszer hangsúlyozva segíteni az itt élő magyar nemzettestrészeket, másik oldalról pedig a kereszténységnek a megmentésén keresztül, megerősítésén keresztül, pedig egész Európára kihatva megvédeni azt a kultúrát, amit 2000 évvel ezelőtt őseink a kereszténységgel elindítottak, és most pedig hát itt élünk ebben, és hatalmas nagy veszélyben van. Közel 1000 évig együtt él szlovák és magyar nép, nemzet egymás mellett. Még hogyha voltak is nehézségek, összességében békében. Utóbbi 100 év talán az, amikor nagyhatalmak egymásnak ugrasztottak minket, és szerintem most van itt ez a történelmi pillanat és lehetőség, amikor nekünk ezen változtatnunk kell. És miben másban tudnánk elsőként változtatni, mint a kereszténységen keresztül, és ezért szerintem ennek hallatlan nagy jelentősége van, hogy akár itt Tekelen is, ami többségében magyar falu, magyar község, de élnek itt szlovákok is. És annak a felújításnak az eredményét, amit most a magyar állam támogatott 34 millió forintból, azt nem csak magyar hívők köszönhetik, vagy nekik jó, hanem a szlovákoknak is, és ez szerte Felvidéken, Csalóközben, Kelet-Szlovákiában, bárhol máshol ez így van.